közel 80 ezeren vagyunk. Nem csak Budapesten, az ország több pontján is tüntetnek, a világ több pontján is tüntetnek. Akarjuk-e, hogy a kormány visszavonja? Igen! Tegye fel a bal kezét az, akinek nem tetszik ez a törvény. És most tegye fel mellé a jobb kezét, akinek nem tetszik, ahogy elfogadták ezt a törvényt. Na de akarjuk feltett kézzel várni a csodát? Nem hagyjuk! Nem hagyjuk, hogy elvegyék a legjobb oktatási intézményünket! Elvegyék a jövőnket! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! A hatalom kollektív gyűlöletre állandóan újabb és újabb ellenségképek keresésére épít. Az az ország, ami fantom ellenségeket képez saját polgárjaiból, saját fiataljaiból, annak nincs jövője! Szabad ország, szabad egyetem! Szabad ország, szabad egyetem! Szabad ország, szabad egyetem! Abban reménykedtem, hogy itt akár tervezhetem hosszú távon is a jövőmet kutatóként. Úgy, hogy sok külföldön élő társammal szemben nekem nem kellett itt hagynom a barátaimat. Nekem nem kellett elbúcsúznom a családomtól, és nekem nem kellett elmennem a hazámból, hogy azt csinálhassam, amit szeretek. Miért csalás az, ha a CEU olyan diákokat hoz Magyarországra, akik különben más országba mennének tanulni? És olyan magyarokat tart itthon, akik a CEU nélkül már rég külföldön lennének. Miért csalás az, ha a CEU minden évben milliárdokat költ el saját alapítványából az alulfinanszírozott magyar felsőoktatásra? Milyen törvény az, amit egy nap alatt vitatnak meg és fogadnak el? Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! These are the names of some of our supporters! These are 4 15-meter-long pieces of paper, and it still doesn't fit all of the people who have stood up for CEU, who have stood up for academic freedom. Nem hagyjuk, hogy stigmával megbélyegezzék a civileket. Mindannyiunknak személy szerint vállalnia kell azt, hogy felvegye a harcot mindenféle érték pusztítása ellen. Legyen szabad az oktatás! Legyen szabad a tudás, és legyen szabad a gondolat, legyen szabad Magyarország! Fidesz Mafia! Fidesz Mafia! Fidesz Mafia!